Nagyon finom volt, ez kifejezetten jó volt. És ez csak egy a sok közül. A 7. Sziget közízei Vármegye Borai Fesztivál ugyanis egy borkóstolással indult, amely egyben egy nemzetközi rekordkísérlet volt. Számomra egy teljesen új élmény volt, ugyanis nem vagyok egy borkedvelő, de így elmagyarázva, ráadásul jobbról-balról az információk özöne áradt rám, élveztem. Rájöttem, hogy minden bor más ízű. A résztvevők 5 bor különlegességgel ismerkedhettek meg. Rozéval kezdtük a borkóstolót. Ez egy Kadarka Merlot Pinot Noir házasítás, Kadarka túlsúllyal, úgyhogy ez egy magyaros rozé volt. Aztán utána jött az Irsai Olivér. Az Irsai Olivér az, az egyik legnépszerűbb magyar fehérbor jelenleg. A fiatalok gyakorlatilag ezt isszák úgy, mint a vizet, úgyhogy ennek itt volt a helye. Aztán jött egy Sauvignon Blanc, egy olyan bor, amit már azért a borkedvelők, a mélyebben borban utazók részére hoztunk. Ezt követte a borok királynője, a Rajnai Riesling, a sort pedig egy Chardonnay zárta. A hazai fogyasztók körében egyre nagyobb az igény a minőségi borra, tette hozzá a marketing vezető. Aki egyszer belép a minőségi borfogyasztói körbe, onnan már nem fog kilépni. Az lehet, hogy kevesebbet fogyaszt, de gyakorlatilag a rossz bort már nem fogja meginni. Úgyhogy hála jó Istennek ez a rendezvény is erre alkalmas, hogy még több embert vonjunk be a minőségi borok szeretetébe, úgyhogy szerintem nagyon jó úton haladunk. A legnagyobb borkóstolás mellett volt egy másik rekordkísérlet is, mégpedig a leghosszabb kocintás. Ezt nem sikerült véghez vinni, ám így is körülbelül 300-an kocintották össze poharaikat, és a hangulat is remek volt. A főszervező úgy véli, a rossz idő miatt kevesebben mozdultak ki otthonról, de a tervek szerint jövőre újra megkísérlik a rekorddöntést. A próbálkozás a Guinness-szel azt a célt szolgált, hogy a nemzetközi vizekre és a városunkat, a településünket, a térségünket bejuttassuk. A jövőre azért mindenképpen ezt megpróbáljuk, mert normálisan, tehát az eddigi éveket figyelembe véve, ebben az időpontban már nagyon sok ember volt mindig itt a rendezvényen. Tehát úgy gondolom, hogy ezt a 900 főt simán átugrottuk volna. Most így sikerült, de a következő napok azért még sok szórakozást és boldogságot hoznak mindenkinek, aki kilátogat.